szövetcipőt a piacon, azóta számos fejlesztésen esett át. Magyarországra 2002. szeptemberében jött be a Kangoo, itt meg kell, hogy említsem Hornyák Ádám nevét, ő volt az, aki behozta, bevezette ezt az egész őrületet itt nálunk Magyarországon. Elsősorban térboka és gerincsérülteknek fejlesztették ki. Az első időszakban csak futásra használták, azonban mi 2002. szeptemberétől bevittük ezt az aerobik területére is. Az aerobik alapelemeket helyeztük át magára a kengura, pontosan azért, mert nagyon sok ember panaszkodott arra, hogy nem tudnak már semmiféle mozgást végezni. Magától az ugrálástól nincs izomláz. Egyáltalán semmiféle izomláz nem tapasztalható, izomláz attól szokott lenni, hogyha erősítünk a cipőben. Ugyanúgy, mint egy hagyományos aerobikorán, itt is vannak erősítő elemek, hasizom, farizom, combtávolító, combközelítő és ilyesmi, ugyanúgy található minden órán. Annyi az egy nehézség, hogy általában ilyenkor a cipő a vendégek lábán marad, lábsúlyként, és így ennek következtében izomláz szokott fellépni. Több válfaja van, tehát van maga a Girl-Kangoo, van a Kangoo TTL, ez a Team Throne Endurance. Ezt úgy kell elképzelni, mondjuk, mint egy latin step órát. Ez tele van ilyen táncos elemekkel, ilyen kombinációkkal, és van ez a Girl-Kangoo power, ami egy sokkal ütősebb, intenzívebb, dinamikusabb óra. Tehát van a Kangoo Kick, amelyekben kickbox elemek találhatók meg. Van egy ilyen általános tévhit a Kangoo-val kapcsolatban, hogy hozzánk csak ilyen barjoga típusú lányok járnak, ezek a 24-es, fiatal, csinos, nett, full swingben. Na most az, ami teljesen el kell felejteni az embereknek, mert például az én óráimra a 17 évestől az 55 éves hölgyig, illetve férfiig mindenki megtalálható. Attól sem kell megijedni, hogy úristen eltörik alattam a cipő. A cipők azért úgy vannak megoldva, hogy a méretektől függően változnak a talp erősségek, tehát nem kell attól megijednie senkinek, hogy eltörik alatta a cipő, vagy hogy nem figyelnénk oda erre rá. Egészen akár 130 kilóig is el lehet menni, mert általában az órák úgy vannak felépítve, hogy minden egyes vendégnek legyen sikerélmény adva. Time goes by, so slowly, time goes by.